sajnos a első fél évben a mi csapatunk azt gondolta, hogy ebben a labdarúgásban az a szó, hogy védekezés nem szerepel, hiszen úgy voltunk, mint a Hulda, hogy szépen eljátszogattunk, elpaszolgattunk, de a védekezésre sajnos nem figyeltünk oda, és ugye hát többször kiderült, na, hogy ezt a labdarúgást nem csak lábbal, hanem fejjel is kell játszani, tehát ennyire fegyelmezetlenül, még akkor sem szabad játszani étlettől fegyetlenül, hogyha rögtön az elején gólt kap a csapat. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nem is tudom minősíteni azt a hozzáállásunkat, mondom, tehát védekezés nélkül ezt nem lehet ezt a játékot játszani. A Puskásnak nagy területeket hagytunk, amit ők ki is használtak. A másik játék részben 10 emberre fegyelmezettebbek voltunk, de hát sajnos akkor már nagy volt a hátrány. Nagyon számomra, hogy egy elődöntőben 4-0-ra tudtunk itthon nyerni, azt gondolom, hogy teljesen megérdemelten, hiszen nagyon fegyelmezetten és jól játszott a csapat. Egy nagyon fegyelmezett és azt gondolom, egy nagyon agresszívan, jól kezdő Debrecen ellen. Nagyon-nagyon értékesnek tartom ezt a 4-0-at. Tudom, hogy van hátra még egy mérkőzés, nem szabad hátradőlni. Ennek szellemében kell pályára lépnünk, hogy a klub történetén olyat tegye le a csapat, ami még nem sikerült. Hátra van még egy 90 perc, mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy ezt sikeresen vegyük. Itt a visszavágó, ugye, itt nagyon fontos, hogy legalább a becsületünkét játszunk és megmutassuk, hogy meg tudjuk mutatni, hogy nagy is meg akarjuk mutatni, hogy azért ilyen különbség nincs a két csapat között, de ahhoz sokkal-sokkal fegyelmezettebben kell játszanunk az első perctől kezdve. A labdarúgás azt gondolom nem lehet tinni előre a medvebőrére, hanem ki kell menni, és ugyanúgy kell, hogy olyan fegyelmezetten kell futballozni, és meg látjuk, hogy ez mire lesz elég, hiszen úgy kell kifutnunk ott a Debreceni Nagy-Erdei stadionban, hogy mint az első mérkőzés lenne, és 0-0 az eredmény. Nem lehet könnyebben venni, azt gondolom, a futball történelemben már volt számos olyan dolog, ami meglepetést okozott, én nem szeretnék ebbe a meglepetésbe beleesni, és nem szeretném, hogy a csapat is beleesne. Még egyszer mondom, ezek a játékosok a Puskás Akadémia életében olyan történelmet írhatnak, ami óriási lehet ennek a klub számára. Nem tudom, én nem láttam, hogy azt mondják a játékosok, hogy a másik. Sigal előtt a kézzel vittem, ez a viszonytól? Hát mi a kijelentés előtt? Igen. Igen, mi úgy láttuk. Nekem csak a játékosok mondják, mondjuk hát az nyilván az döntő volt. Hát vissza kell nézni, van ilyen nyilván. Csak ugye bennünket mindig kiperlengéreznek, mikor mi csinálnak olyan szabálytalanságot, tehát nem bírozok, mert nem ezen volt nyilvánvaló, csak ugye nem mindegy, hogy 2-0-ra bejövünk és 11-11 emberre vagyunk, vagy ugye emiatt van egy kiállítás és még ráadásul be is rúgják. Mit jelent Pintér Attilának az edzői karrierben? Tudsz olyan edzőt, aki 4 csapatot bevitt a döntőbe? Azt hiszem, hogy nincs. Én sem tudok róla, csak emiatt neked ez plusz motiváció. Mit jelentene 4. csapattal bejutni? Nem Pintér Attila számít, hogy kupadöntőbe kerül be, hanem a csapat. Na jó, de azért 4 csapattal. Sok jó edző volt, aki egyszer sem volt kupadöntőből. Most nem... Neked valamit azért csak jelent, mert egyszer is jó bejutni a kupadöntőbe. Egy csapattal 4-szer is jó bejutni, de 4 különböző csapatot bevinni az azért... Én úgy gondolom, hogy az ember majd abba hagyja ezt a szakmát, akkor lesz ideje nézegetni, hogy mi volt. Remélem, hogy addig sok érmet szerzek, nem csak a kupán, hanem a magyar bajnokságon is.